29. fejezet Edion szívesebben látta volna Lisszandrát sólyom vagy szellem képében, de ezzel csak feleslegesen vonták volna magukra a figyelmet. Edion viszont mégis azt szerette volna, hogy a lány ne így nézzen ki. Nem mintha kellemetlen látványt nyújtott volna az aranybarna hajú zöld szemű nő. Ezekkel a színekkel minden további nélkül elmehetett volna egy kedves cselédlánynak észak tereszemből. Edionnak az a szerep nem tetszett, amit Lisandra játszott, miközben egy sikátorban áldogáltak. A saját szerepe sem tetszett neki. Lisandra a téglafalnak dőlt, és ahogy a lábát a falnak támasztotta, kilátszott krémfehér combja. Edion pedig a lány feje mögött támaszkodott a falnak, és a kuncsaftjának tűnt. A sikátorban csak az eldobott rohadt gyümölcsök között turkáló patkányok motozása hallatszott. Edion a kalóz király után pontosan ilyen porfészeknek képzelte el a koponyaöbölt. Ráadásul a kalózok ura után kívül birtokolta az egyetlen olyan térképet, ami rajta lehetett az ár, amit Elinnek meg kellett találnia. Míg Edion csupán bosszúsan megemlítette, hogy ezt a térképet aztán tényleg nem fogják tudni ellopni, Rowan előállt egy tervvel, csapdával. Edion a Lisandra fehér nyakában lógó finom aranyláncot nézegette, a végén Lisandra ruhája alá rejtve orint a mulettje lógott. Tetszik a látvány? Edion felnézett formás kebleiről. Elnézést. Az alakváltó azonban, mintha olvasott volna a gondolataiban. Szerinted nem fog működni? Szerintem sok értékes dolog van ezen a szigeten. Rolfot miért pont ezért érdekelné? Tudták, hogy a térkép viharokat, ellenségeket és kincseket mutat. És mivel ő és Lisandra nincsenek benne az első kettőben, ezért a Rolf kezére tetovált térkép csak egy dolgot fog jelezni, hogy itt valami kincs van. Róven szerint Rolf biztos meg akarja nézni az amulettet. Róven és Elin hajlamosak arra, hogy mondjanak valamit, de teljesen más tércsenek alatta. Edion nagyot sóhajtott. Már egy órája itt rostokorunk. Lisandra felvont a barna szemöldökét. Máshol kellene lenned? Fáradt vagy. Minnyáján fáradtak vagyunk, fortyant fel a lány. Edion befogta a száját, nem akarta, hogy most rögtön leharapják a fejét. Minden alakváltás kivet valamennyit Lisandrából. Minél nagyobb volt a változás, minél nagyobb az állat, annál nagyobb árat fizetett érte. Edion a szemtanúja volt annak, hogyan változott néhány perc leforgása alatt pinlangóból Dongóvá, Kolibrivé és Denevérré. De az már hosszabb ideig tartott, hogy emberből szellemleopárdba, medvébe, jávorszarvasba vagy lóba menjen át, ahogy egyszer megmutatta. A mágiának erő kellett, hogy ilyen mértékű állattá alakuljon, és a testét féktelen erővel töltse be könnyed léptek hallatszottak két hangos fügy kíséretében. Lissandra leheletével Edion álkapcsát birizgálta. Edion ugyanakkor kisé megfeszült a közeledő léptek hallatán, és meretten nézte nagy ellensége fiát, aki most már király. Edion továbbra is gyűlölte ezt az arcot, és megvetően mosolygott, ha látta. Évekig álmodozott arról, hogy a tulajdonosát apró cafatokra tépi, a múltban annyi mindent megpróbált, hogy kiverje a fejéből a királyfi arcát. Tök részegre itta magát a bálokon. Nőket ölelgetett, akiknek a nevét sem tudta. Ez a gyűlöletes arc még a tömlőcbe is elkísérte, ahová még az előző király vetette. Ezt az arcot most csukjat akarta, és a külvilág számára úgy tűnt, hogy csak azért van itt, hogy Lisandra szolgálatai felől érdeklődjön, miután Edion befejezte. A tábornok a fogát csikorgatta. Mi van? Dorian Lisszandrára nézett, olyan tekintettel, ahogy az árukat szokás méregetni. Edionnak úgy kellett visszafognia magát, hogy nem éltatlankodjék. Róven küldött, hogy nézzem meg, hogy álltok. A herceg és Elina fogadóban maradtak, az ebédlőben iszogattak, ahol Rolf kémei láthatták őket és jelenthettek róluk. Dorian döbbenten nézte az alakváltót. Jó Istenek, te aztán tényleg mindenféle emberi alakot képes vagy felvenni. Lisandra vállat vont. A javíthatatlan utcalány az árat próbálta belőni. Nem olyan érdekes, mint hiszed. Én arra lennék inkább kíváncsi, hogy lehet-e belőlem fa vagy szellő. Azt is meg tudod csinálni? Hogy ne tudnál? mondta Edion, majd eltolta magát a faltól, és karba tette a kezét. Pedig nem tudom, tiltakozott Lisandra és Edionra nézett. Nincs miről beszámolnunk, Rolfnak és az embereinek nyoma sincs. Dorian bólintott és zsebre tette a kezét. Csend. Edion bokájába belenyilalt a fájdalom, mert Lisandra észrevétlenül belerugott. Visszafogta méltatlankodását, és így szólt a királyhoz. Ezek szerint vitetornal nem öltétek meg egymást. Dorian kérdőn vonta fel a szemöldökét. Megmentette az életemet, és közben majdnem belehalt. Mit érezhetnék a hálán kívül? Lisandra önelégült mosolyt vetette Dionra. Akarsz találkozni az apáddal? kérdezte a király. Edion összerezzent, Hálás volt a ma esti vállalkozásért, hogy elkerülhette a döntést. Elin nem hozta fel, Edion pedig örült, hogy idejöhet, a kockázat ellenére, hogy összefut az apjával. Persze, mondta Kurtán. Lisszandra hófehér arca, nyugodt volt és határozott tekintettel nézte. Látszott, hogy hozzá van szokva ahhoz, hogy hallgassa a férfiakat és soha nem utasson meglepetést. Ediont nem zavarta, hogy Lisandra mi volt korábban, és most micsoda. Csak azok a szörnyetegek nyomasztották, akik látták, milyen szépséges lesz a gyerekből, és elvitték abba a bordéba. Elin elmondta neki, hogy a Robin mit tett Lisandra szerelmével. Csoda volt, hogy az alakváltó egyáltalán képes volt mosolyogni. Edion Dorian felé bökött. Mondd meg Elinnek és Róvennek, hogy nincs szükségünk ellenőrzésre. Megoldjuk egyedül. Dorian kisé ledermett, de elindult visszafelé. Elégedetlen kuncsafnak tűnt, aki nem kapta meg, amit akart. Lisandra eltolta magától Ediont, és így sziszegett. Eleget szenvedett, egy kis kedvességbe igazán nem halnál bele. Leszúrta Elint. Ha ismernéd azt az oldalát, amit én, akkor nem rajonganál érte. Senki sem várja el tőled, hogy rajongj érte, de egy kedves szó, némi tisztelet. Edion a szemét forgatta. Halkabban. Lisandra halkabban, de folytatta. Rapként élt. Hónapokig kínoszták, nem csak az apja, de a benne lakó lény is. Erőszakot követtek el rajta, és ha képtelen vagy elfelejteni, hogy akarata ellenére megszúrta Alint, akkor legalább emiatt próbálj meg együtt érezni vele. Edionnak összeszorult a szíve a lány arcán tükröződő dű és fájdalom láttán. A lány is ezt kérte tőle. Együttérzést. Nagyot nyelt, hátrafordult és végignézett az utcán. Semmi jelen nem volt annak, hogy valaki a kincsuk után loholna. Én Dorient egy gátlástalan, pökhendi. A királynődet pont ilyennek ismertem még gyerekkorunkban, Mindenkinek szabad hibáznia, tapogatóznia, hogy mégis milyen akar lenni. Ha elint elfogadod olyannak, amilyen... Nem érdekel, hogy Dorian olyan pökhendi és hiú volt, mint Elin. És az sem érdekel, ha egy démon elvette a tudatát és a rabszolgájá vetette. Ha ránézek, a családtagjaimat látom, akiket az apja parancsára lemészároltak. Kvint hallom, a teraszeni gárda parancsnokot, aki elmondja, hogy Elin megfulladt. Halott. Egyenetlenné vált a légzése, égett a torka, de nem törődött vele. Elin megbocsájtott neki, és nem tesz neki szemrehányást, mondta Lisandra. Edion rámordult. Lisandra viszonozta. Által a tekintetét, és nem a hálószobákra trenírozott vagy nevelt arccal, hanem a valódival, vad volt, szila és megszelidíthetetlen. Edion úgy érezte, mintha maga a fehér agyarhegység magasodna előtte. Tölgyváld erdő szívében érezte magát. Megpróbálom, mondta Edion rekedten. Próbáld jobban. Edion a falnak támaszkodott, odahajolt Liszandrához és mogorván nézett rá. Liszandra egy hüvelyknyit sem hőkölt hátra, az udvarunkban van egy rangsor, és amikor utoljára végig gondoltam, akkor nem te voltál a sorban a harmadik szóval, nekem te ne parancsolgass. Nem a csatatéren vagyunk, sziszegte Lisandra. Minden rangsor merő formalitás, amikor én utoljára végig gondoltam. Középen megbökte a férfi málkasát, és Edion esküdni márt volna rá, hogy egy karom hegye szúrta meg a bőrét. Nem hiszem, hogy olyan gyáva vagy, hogy egy rangsor mögé kelljen bújnod azért, mert nincs igazad. Edionnak felfort a vére, csak úgy dübörgött benne. Azon kapta magát, hogy a lány érzéki ajkait bámulja. Lissandra dühösen összeszorította a száját. A lány szemében csillapodott a forró indulat, visszarántotta az ujjait, mintha megégette volna, és Edion döbbenten látta, hogy a lány vonásain a rettegés leszúr rá. Az ördögbe. Liszandra hátrébb lépett egyet. Külső szemmel nagyon laza mozdulat volt, talán még az egykori kurtizán eszköztárából származott ez a könnyedség, Edium meg, pedig megpróbált, a tényleg megpróbált nem gondolni a szájára. Tényleg szeretnél találkozni az apáddal? kérdezte Liszandra nyugodtan, nagyon nyugodtan. Edion búlintott és nagyot nyelt. Túl gyors lenne Lisandra egy ideig, biztosan nem akarja, hogy egy férfi hozzáérjen. Talán soha többé nem akarja. És egy életre eláshatja magát, ha úgy erőltetné, hogy ő nem akarja. Jó Istenek, ha Lisandra bármikor ilyen érdeklődéssel pillantana egy férfira, ő örülne neki. Örülne, hogy tud választani magának, még akkor is, ha nem őt választaná. Nagyot nyelt, próbált visszaemlékezni a kérdésre. Ja, igen, az apja. Ő akar látni engem? Ennyit volt képes kinyögni. Lisandra oldalra billentette a fejét, olyan macskásan csinálta, hogy Edionban felmerült, túl sok időt töltött szellem leopárd alakban. Majdnem leharapta elén fejét, mert ő nem volt hajlandó elárulni, hol vagy és ki vagy. Edion erejét, mintha jég töltötte volna el ha az apja durva volt Elinnel. De aztán rájöttem, folytatta gyorsan Liszandra, látva, hogy ő mennyire feszülté vált. Hogy ő olyan férfi, aki tiszteli a kívánságodat, ha nem akarod látni. Bár ebben a kisvárosban, abban a társaságban, amiben mozgunk, ez lehet, hogy nem fog menni. Szerinted én rá tudnám beszélni, hogy segítsen nekünk? Nem hinném, hogy Elin ilyet kérne tőled, mondta Lisandra, és a kezét Edion karjára tette. Mégis mit mondjak neki? tűnjögte Edion. Annyi történetet hallottam róla, a Doranelli oroszláról. Ő egy igazi lovag. Nem hinném, hogy nagyra becsülne egy olyan fiút, aki az emberek többsége éderlen csicskájának hív. Lisandra csettintett a nyelvéve, de Edion szúrós szemmel nézett vissza rá. Te mit tennél az én helyemben? Erre nem tudok válaszolni. Az én apám... Lisandra a fejét csóválta. Edion tudott róla, hogy az apja is alakváltó volt, aki elhagyta az anyját, de az is lehet, hogy nem tudta, hogy várandós. Aztán az anyja kitette az utcára Lisandrát, amikor rájött, hogy mi a kislány öröksége. Te mit akarsz? Nem értünk, nem Terasen ért, hanem magad miatt. Edion kicsit lehorgasztotta a fejét, de azért figyelte az utcát. Soha nem arról szólt az életem, hogy én mit akarok. Nem is tudok dönteni. Abban a pillanatban, hogy öt éves korában megérkezett Tereszembe, kiképzésnek vetették alá és kijelölték az útját. Amikor Tereszent porigégették, az édenleni katonák új kézbe került a sorsa. Még most is, hogy nyakukon volt a háború, tényleg soha semmit nem akart volna magának. Csak a véres küt akarta. Elin azt viszont Róvennek adta. Már nem hibáztatta őt emiatt, de nem is tudatos volt benne, hogy ennyire keveset akart. Riszandra halkan megszólalt. Tudom, hogy ez milyen érzés. Edion felemelte a fejét, és a zöld szemekbe nézett a sötétben, Néha azt kívánta, bár csak élne még Arobin hémől, hogy ő ője meg saját kezüleg az ordilkos királyát. Holnap reggel, dünnyögte. Eljössz velem, hogy találkozzunk vele? Lisszandra rövid hallgatás után kérdezett vissza. Tényleg azt szeretnéd, hogy veled menjek? Edion nem tudta volna megmagyarázni miért, de azt akarta, hogy vele legyen a lány. Átkozottul könnyen ki tudta hozni a sodrából, de Lisandra valahogy erősebbé tette. Talán mert valami újat jelentett, olyasmit, amivel még nem találkozott, és ami reménnyel, fájdalommal, mindenféle kívánsággal töltötte el. Talán találkozott már néhány ilyen nővel, de egyikkel sem töltötte el egy éjszakánál többet. Ha nincs ellenedre, jó lenne. Lisandra nem felelt, Edion már éppen mondani akart valamit, de akkor lépések hallatszottak. Könnyedek, lazák. Ha rosszul sülnek el a dolgok, akkor Edion mellett ott van egy alakváltó, aki több tucat katonát képes miszlikre szaggatni. Edion a lányra vigyorgott, közelebb hajolt, és az órával már szinte megérintette a nyakát. Közeledtek a lépések. Lisandra sóhajtott egyet, és hozzásimult. Edion a csukjája árnyékából végignézett a sikátoron, az árnyékokat a holdfény esését figyelte. Nem véletlenül esett egy zsák utcára a választásuk. A lány közeledett. Próbált úgy tenni, mint aki véletlenül jár erre felé, de elkésett. Edion felnézett, a vonásait elrejtette a csukja. Lissandra pedig turbékolva odaszólt a lánynak, akire teljes mértékben illett Róven leírása, Rolf pultos lányáról. Két perc múlva kész leszek, ha tudnál egy kicsit várni. A lány elpirult, de reszenéstelen pillantással tetőtől talpig végigmérte. Eltévettem, mondta. Biztos vagy benne? Bukta Liszandra. Elég késő van egy kis esti sétához. A pincérlány szúró szemmel végigmérte őket, és elindult visszafelé. Vártak egy percet, ötöt, tizet, nem jött más. Edion végül elhúzódott Lisandra a sikátor elejét kémlelte, és egy aranybarna fürtét csavargatta. Nem tűnt olvajnak. Rólad és elénről is sokan gondolhatják így. Lisandra egyetértőn hűn mögött. Edion hangosan gondolkodott tovább. Talán csak felderítő volt. Rolf kéme. Akkor csak nem vette észre, amit kellett volna, mondta Lisandra, és a dekoltázsa alá dugta az amulettet. Elővigyázatosságból más útvonalon tértek vissza az óceán mint amerre jöttek. Edion nem az amuletre vagy Rolf térképére gondolt, hanem arra, hogy Lisandra nem válaszolt a kérdésére.